Az első fogkefét még a kínaiak készítették az 1600-as években. Az Angliában meginduló tömeges gyártására azonban az 1780-as évekig várni kellett. Az első modellek sörtéi még házi sertések szőréből készültek, amit azonban szerencsére felváltottak a különböző nejlonszálak. Ha figyelembe vesszük, hogy őseink annak idején gallyakkal tisztogatták a fogaikat, akkor már a disznósörtés megoldás is roppant kifinomultnak mondható. A fogkefe gyártása egy kis műanyag labdaccsal kezdődik. Egy vákumos szállító berendezés egy fröccsöntőgépbe továbbítja őket. A gép folyékony masszává olvasztja a gömböcöket, majd nagy nyomáson egy erre a célra készült formába préseli őket. Kész is a fogkefe teste. A fogkefe fején összesen 56 darab lyukat hagynak a sörtéknek. Ez a berendezés 35 másodpercenként készít el 10 darab markolatot, ami 24 óra alatt 27 ezer darab fogkefét jelent. Most kék színű gumigalacsinokat olvasztanak meg. Az olvadékot a fogkefékkel együtt az öntő formába helyezik. Ezután folyékony gumival bevonják a fogkefék markolatát, csúszásmentes réteget hozva így létre. Most már nem kell amiatt aggódni, hogy az ember a legrosszabb pillanatban ejti ki a kezéből a kefét. Ilyen félig átlátszó műanyagból is készítenek markolatot. Ez az anyag lágyabb és rugalmasabb. Olyannyira, hogy a tapintása már-már a gumicukoréra emlékeztet. Ezekből a nejlon szálakból készülnek majd a sörték. Egy robotkar rendezi el őket, így végeik teljesen egy színbe kerülnek. Egy gép ezután egy szempillantás alatt az erre a célra meghagyott lyukakba tömködi a szálakat. A gép eszeveszett sebességgel dolgozik, percenként 900 lyukat képes betömni. Természetesen hihetetlenül precíz is. Íme a művelet lassításban. A gép minden egyes lyukba 20 vagy 24 szálat helyez el. Egy átlagos fogkefe esetén ez 1300 darab sörtét jelent. Ez az automata rendszer gyorsabban dolgozik, mint amire ember valaha is képes lehet. Ráadásul a folyamat teljesen higiénikus, mivel senki egy ujjal sem nyúl a fogkefékhez. Szeretnék tudni, mi tartja a helyükön a sörtéket? Drótok. A gép félbehajtja a szálakat és egy drótot fűz be középen, ami szilárdan rögzíti őket. Ezután egy éles penge egyenlő hosszúságúra borotválja a sörtéket. Újabb pengék segítségével a modelltől függően különböző mintákat vágnak a sörtékbe. Ezek a búgó csigának tűnő tárgyak nem mások, mint forgódobok. Ezekbe helyezik bele a fogkeféket, megpörgetik és gyémánt porral szórják be őket, hogy a sörték végeit eldolgozzák. A sörték sokféleképpen végződhetnek. Minden a megrendelő igényeitől és az adott modelltől függ. Biztosan észrevették már, hogy néhány sörte fehér, még mások mondjuk kékek. Ez azonban csak trükk, hiszen így sokkal kifinomultabbnak néznek ki. A gép természetesen pontosan tudja, melyik szín hová való. Az eredmény egy ilyen kétszínű kefe. Időről időre kiemelnek egy kefét a sorból és tüzetesen megvizsgálják. Egy robot még a sörtéket is megrángatja, hogy stabilan állnak-e. Ha a próba sikeres, a kefék kisvártatva a boltok polcain kötnek ki. Egy robotirányítású rendszer becsomagolja őket és már is szállíthatók, hogy minél több örömet okozzanak a mosolygós embereknek.